nincs annál nagyobb öröm, mint amikor valaki komolyabb összeghez jut, örököl, cégeladásból származó vagyonhoz jut, esetleg lottó nyereménye van. Ebben az esetben nagyon megalapozott döntéseket kell hozni, érdemes egy tervet készíteni, amelynek alapján össze tudjuk állítani, hogy ennek a pénznek a felhasználása miként és hogyan történjen. Nagyon fontos a tervezés, mert ennek hiányában pillanatok alatt föl lehet élni, akár mekkora vagyon. Az ember nem szokott hozzá ekkora pénzmennyiségnek a kezeléséhez, ezért ez csak tudatosan vállalt cselekedet keretében valósítható meg, az ösztönös érzelmek által vezérelt, vagy esetleg környezetünkre hallgatva hozott döntések alapján csak rossz útra tudunk tévedni. Készítsünk egy pénzügyi tervet, amelynek az egyik sarkpontja az, hogy mekkora az a pénzmennyiség, amelyhez semmiféleképpen nem nyúlunk hozzá, hiszen ez lesz az alaptőkénk, ennek csak a hozamát vagyunk hajlandóak fölélni, és mekkora az az összeg, amelyet ingatlan, gépkocsi, egyéb vagyoni elemek vásárlására fordítunk. Meg kell állapítanunk következő lépésben azt is, hogy milyen költségvállalással jár ennek az új vagyoni struktúrának a fenntartása. Ki kell számítanunk, hogy egy adott évben mennyi pénzre van szükségünk az új ingatlanok, gépkocsi, életszínvonal fenntartása érdekében. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre megfelelő tudás ezeknek a számításoknak az elvégzéséhez, nem vagyunk képesek egyedül egy ilyen pénzügyi tervet összeállítani, akkor kérjük szakember segítségét, akár több befektetési tanácsadó, pénzügyi szakember véleményt is hallgassuk meg.